szigetváriak nagyon büszkék vagyunk a múltunkra, és ha létezik Szigetvár, akkor azt hiszem, hogy ez az időszak visszanyúlva történelembe vastagon belátszik abba, hogy létezik ez a különleges érzés, hogy Szigetvár tudat. Még Kölcsey Ferenc, a reformkorszak nagyszerű költője, intermére 1936-tól a szigetváriak megünneplik ezt a hőstettet. Most már nagyon régóta, több napon keresztül zajlanak az Zrínyi kultusz jegyébe a Zrínyi napok. Ennek csúcspontja most idén a rock opera musical. Kérünk szépen mindenkit a színpadra azonnal. Mindenkit kérünk szépen a színpadra kezdéshez. Kezdéshez ide! Érdekelt egy ilyen személyiség, mint Zrínyi Miklós, aki bizonyította, neki tudnia kellett, hogy ő meghalni jön a várba. A körülötte lévő embereknek tudniuk kellett, hogy meghalni jönnek a várba. Engem érdekel az olyan ember, aki tudja a végzetét, és mégis fölvállalja valamiért. Az példaadó dolog. Alapvetőleg azért föl kell halmozni rengeteg anyagot, azt hiszem, ami csak létezik, amit csak elérhet. Tehát itt a török levéltártól az osztrák hadi levéltárig a magyar történelmi levélt. Ez a halmozottan rengeteg anyag. Olyan a színház, mint a, főleg egy szabadtéri színház, az olyan, mint a háború. Három dolog kell hozzá, pénz és más semmi, mondaná Rejtő Jenő. Ez volt a legnagyobb akadálya. A gazdasági válságban nekiállni és összehozni egy előadást, azért ez egy elég húzas dolog, egy ekkora produkciót. Abszolút teltházasok leszünk, tehát még annyi jegyünk van, hogy ami az elkövetkezendő két napban elegendő lesz. Egy dolgot már biztos elértem ezzel a produkcióval. Az összehozásban pártállástól függetlenül álltak össze emberek, és azt mondták, hogy igen, ezt a produkciót meg kell csinálni. És jó volt nézni, menetelni egymás mellett jobb és baloldali liberálist, kezet nyújtani, összefogni, telefonálni, hogy igen, ezt a produkciót meg kell csinálni. Ez Zrínyi szelleméhez méltó. Három csizma közül kell kiválasztanom az ideálisat. Bízunk benne, hogy a premierig megoldódik ez a probléma. Meg ezt az övet szeretném még bekapcsolni, most lesz rajtam először, de azt hiszem, hogy megvan a forsza. Ezek részletkérdések. Zrínyi Miklós a történelmünk egyik, egy picit nem méltó helyén kezelt alakja szerintem, és ez a darab most segít abban, hogy a helyére kerüljön. Egy csodálatos mű készült róla, gyönyörű zenével, és megpróbáljuk az emberekhez és a fiatalsághoz eljuttatni, és közelebb juttatni, és többet elmondani róla, Zrínyi Miklósról, az emberről. Ez egy csodálatos feladat. A szeretetről szól, az emberségről szól, az önfeláldozásról, a kitartásról, tehát csupa-csupa csodálatos emberi tulajdonságról szól, és ezek a mi olvasatunkban mind megtalálhatók Zrínyi Miklósban. Igazából most lesz az a pillanat, amikor elejétől végéig megpróbáljuk jelmezben és élő hanggal elénekelni, úgyhogy nagyon-nagyon nagy izgalmakkal várjuk a szerdai bemutatót és aztán a másik két előadást, és hát remélem, hogy szép sikerünk lesz. Elvették a nyelvenet, átfestették a szívenet. Kaptam furcsa elveket, de magyar vagyok. Most van az első igazán öltözéses próba, tehát most vettem fel minden. A turbán kicsit zavarni fog a harcba, úgyhogy megtudtam a törököknek, ez inkább a halálhoz kell, mert ebbe a gyorsba temetik őket. Tehát a darabban én az egyik szereplő vagyok a kevésből, aki nem hal meg. A Szokoli Mehmet tulajdonképpen nem is annyira negatív figura ebbe a műben, mert ugyan persze ő vágattatja le a Zrínyi Miklós fejét, ami barátságtal lépés tulajdonképpen, de a helyi szokásoknak és a korbeli szokásoknak megfelel. De tulajdonképpen azért, mert hogy ő is horvát származású volt, mint Zrínyi Miklós, ezért tulajdonképpen azon dolgozik végig, hogy megmentse valahogy az Zrínyit. Számomra ez azért nagyon jó szerep, mert régen játszottam már ennyire egyértelműen drámai hőst,
és nagyon-nagyon szép veretes mondataim vannak, nagyon szép helyzeteim vannak, tehát abszolút nagyon szép drámai szerep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nem az ének zene aránya volt itt a baj, hanem a hangszínnel, tehát itt nagyon nehéz énekelni. Mindenképpen rendkívül időszak az, amikor az ember ugye eljön Budapestről, vagy az otthonából, ahol éppen lakik, és egyszer csak egy nagyon jó társaság alakul. Hát itt ugye közel 150 szereplő játsza az Zrínyi Rock Operában a szerepeket, úgyhogy mindenképpen egy nagyon meghatározó része most az életemnek az Zrínyi, teljes gőzzel készülünk a bemutatóra. Nagyon örülök, hogy errefelé dolgozom, mert eddig az életemből ez a Pécs és környéke, Szigetvár, ez teljesen kimaradt. De hát köszönhetjük Moravesz Leventének, aki ezt most összehozta, ezt a lehetőséget, hogy most itt Szigetváron tulajdonképpen a nulláról fölépült egy színpad, díszletek. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hiszen ez nem egy évek óta működő szabadtéri színház, hanem ez most épült föl itt minden, a nézőtértől a színpad utolsó kockájáig. Ribék János játszom a darabban, a második felvonásban jövök be a színpadra, és hát egy nagyon izgalmas, rockos nótám van benne. Én egy Janicsárt játszom a darabban, aki viszont magyar. És na mindegy, nem megyek bele ebbe, mert akkor nem lesz meglepetés majd a történet, de hát ez a jelm, ez természetesen ez még kiegészítőként nagyon nagy komoly csizma, kicsit ilyen, egy ilyen izgalmas nadrág, úgyhogy hát ez a ruha, de még ez nem végleges, mert ez még szépen föl lesz mindenfélével díszítve, meg hát smink, fodrászat, stb. Ma például irgalmatlan meleg volt, sapkákkal, vízzel locsoltuk a fejünkre a vizet, napszemüveg, minden lehető eszközt megtaláltunk arra, hogy a naptól megvédjük magunkat. De hát az arcom egyébként látszik, hogy a napszemüveg rajtam volt, és az arcom az megégett, de itt van egy csík. Az ember eljön otthonról egy rövid gatyába, papucsba, és készülnie kell egy farmerral és egy pulcsival, mert hirtelen átalakul a klíma. A nézőknek is előre üzenem, hogy hozzanak magukkal majd pokrócot, meg mindenféle jó meleg ruhát, mert bizony estére kifejezetten hideg lesz. A legjobb dolog a mi életünkben az, amikor egy csapat összetalálkozik, és valami elkészül egy új magyar rock musical, ami egy olyan mondani valóval bír, ami én azt hiszem a mai világban nagyon, nagyon sokszor eltűnik, férfiak képesek valamiért kiállni, az ügyért képesek meghalni valamiért. Ezek nagyon komoly dolgok, amik én azt hiszem, hogy nagyon fontosak az életünkben, és az, hogy itt Szigetváron, itt a várfalak között játsszuk ezt, ez valami egészen még most is föláll a szőr a karomon, mert valamitől ennek valami egészen rendkívüli varázsa van, amikor az ember ott játszik egy darabot, ahol az megtörtént, és most mi ezt megtehetjük itt. 1566-ban itt vonult Zrínyi a csapatával, szóval ez valami egészen fantasztikus dolog.